ez a platánfa, ami itt van, ez méltán nyerte meg ezt a versenyt. Lugosi Dénes azt mondja, az egri közösség bizonyságát adta annak, összetartásban jó, hiszen a strandon található keleti platánfa a közösség szavazatai alapján lett az év fája Magyarországon. A hazai versenyt megnyerve került az európai döntőbe. Amikor az országon belüli évfája szavazás volt, akkor elég intenzíven igyekeztünk felhívni a egriek és a környékbeliek figyelmét, hogy tehetnek azért, hogy az egri keleti platánfa nyerje ezt a szép versenyt, és ennek örömére, mivel ezt megnyertük, ennek örömére van lehetőségünk tovább lépni az európai évfája versenyre. Az évfája európai döntőjében Bulgária, Csehország, Szlovákia, Írország, Lengyelország és Magyarország egy-egy fája versenyez. Van közöttük platán, dió, tölgy. A verseny a különleges fák segítségével történelmi és természeti értékeinkre, védelmük fontosságára hívja fel a figyelmet. Szavazni február 28-áig lehet, az eredményeket március elején hozza nyilvánosságra a magyar szervező Ökotárs Alapítvány Cseh testvérszervezete.